szeretettel köszöntünk mindenkit Bhakti Párdász előadásában. Ez alkalommal is sokan írtatok nekünk, igyekszünk a legtöbb kérdést érinteni. Kezdjük is az első kérdéssel. Ibolya írta, az lenne a kérdésem, hogy hová tűnik az az életerő, amivel megszületünk? Hullámzik? Egy-egy betegség után visszatér? Az új születéskor megint kapunk belőle, vagy a régi újul meg? Amikor elhagy minket, visszatér a lelki világba, vagy csak mint külső, Krisna külső energiája létezik tovább. Üdvözlöm, kedves barátaim! Köszönöm a kérdést. Folytatjunk a mi kis kérdéseket, válaszokat, és hát, hogyha mi életerőről beszélünk, szóval itt van kettő dolog. Van egyik, ami maga a lélek, de van egy másik, ami amikor testet kapunk, ami hullámzik, mert tisztázunk először, hogy ebben a kérdésben mi kettő keverék van. Az egyik az, hogy életerő, amelyik hullámzik, ez a testnek az életereje. Amikor mondjuk a lelki világbanra megy, az már a lélek maga. A lélek nem hullámzik, a lélek sose változik. De mindig, amikor kapunk egy testet, akkor kapunk úgynevezett Ayurveda szerint, főleg a Charaka Samhita, ez az Ayurvedának egyik könyve, írja, hogy mi, amikor megszületünk, akkor erre a testre kapunk 10 csepp nektárt. 10 csepp életerőt. Például, hogyha mi túlterheljünk magunkat nagyon erősen, akkor utána elfáradtunk, vagy megbetegszünk, vagy mikor betegek vagyunk, akkor is kopik az energiánk, de utána vissza tudjuk épülni újra, nullára, arra, ahol voltunk. Na, ez az életerő, ez, amit enged felépülni újra. De minden egyes alkalommal ebből a 10 cseppből egyik része a cseppnek csökken. És amikor már elfogja ez az energiacsepp, akkor észreveszek, hogy nem tudok már újjá úgy építeni, amilyen voltam, vagy nem tudok épülni, meggyógyulni, vagy nagyon hosszú idő kell, hogy visszaálljon az egészségem, az állapotom. Na, ez az életerő. A lélek az nem változik. És olyan annyi cseppet kapunk, annyi életerőt kapunk, amennyit mi megérdemeljük. Mert valaki már olyan testtel születik, hogy arra egyre kevesebb az, vagy kevés az életerő. Mindig fáradékony, kevés energiája, és akkor nagyon nehezen mennek a dolgok. Ez a léleterő. De a lélek az, majd úgyis úgy, én is átnéztem kérdéseket a lélekről, majd kicsit később fogok válaszolni. Oké, mehet a következő. Említetted, hogy az ember saját erőből nem képes irányítani a gondolatait, feldolgozni a problémákat, vagy oldani a blokkokat. Ez mit jelentsen, hogy például nem saját erőből végzem a légzést? Bonyolult kérdés. Gyakorlatilag, hogy nagyon szigorúan mondva, mi semmit nem tudjuk mozdítani. A lélek nagyon parányi, ugye, hogyha mi fogjunk a hajszálnak a 10.000 részére metszeni fogunk, és akkor a hajszálnak a 10.000 része, ez a lélek mérete, amit mondják az írások. És minden, ami körülöttünk történik a testtel kapcsolatban, az az, hogy én vágyok, én csak vágyni tudok, és vannak erők, amit irányítják. Egy szempontból az én akaratomból történik, szóval én, hát a légzés ez egy automata dolog, nekem nem kell ezen gondolkozni. Szóval nekünk van testbe, mint az agy, az a számítógép, és testben olyan funkciók vannak, amelyeknek mindig mennie kell, másképp nem fog funkcionálni a testünk. És agy az a gépház, az a számítógép, ami figyeli a hőmérséklet, emisztés, anyagcsere,
légzést, minden. Ugye ki szokott izgulni, hogy hú, lehet, hogy előző 5 percben elfelejtettem lélegezni. Szóval az nem kell. Az egy automata dolog. De akaratalmal tudok fogni, és visszafogom a légzést, vagy jobban lihegek, vagy valami, ezeket tudok befolyásolni. A gondolat nem az én akaratomból van, vagy az én erőmről. Itt nem arról van szó, hogy én egy pislogó élőlény vagyok, hanem ahogyan én éltem előző életemben, vagy életeimben, azoknak a élményei, amit kaptam, jó vagy rossz, befolyásolja, hogy én hogyan fogom gondolkodni. Hogyha sok fájdalmas élményt kaptam, akkor az befolyásolja az én gondolkodásomat. Mindig vagy negatív leszek, zárkozott leszek, félős leszek. Hogyha én sok szeretettet kaptam, akkor nyitottabb leszek. Szóval gondolatok, vagy amit vágyokat teljesítettem, és nagyon ragaszkodtam azokhoz, akkor ezek a gondolatok jönnek bennem múlt életből, hogy én újra akarok teljesíteni. Vagy a reklám, amit most rám erőszakolnak, hogy ezt csináld, azt vedd meg, ezt élvezd, akkor ez megint nem az én gondolatom, mert csak rám adták. Az én gondolatom az, amikor én leülök, és mondom, na akkor mi az élet értelme, mi az élet célja, és hogy kell mennem, és felépítem a saját gondolataimat, hogy mit akarok én, mi kell, nem csak az, amit akarok, mert láttam, másoknak van, nekem nincs, akkor azt akarok, nem, mi az, ami kell nekem, hogy boldog legyek, és ehhez felépítem egy utamat, és tanulok úgy gondolni, hogy én haladjak ezen az úton, akkor használom az én szabad akaratomat. Szóval ez egy ilyen, mondjuk nem egy ilyen nagyon skatujás dolog, mint például lehetne. Az is, lehet, hogy valakinek a célja nem egy ilyen lelki fejlődési, anyagi, de az utat ő tudatosan felépíti, természetesen. Ott is használja saját gondolatokat, akaratot. Szóval lehet, csak az akaratot lehet használni jó irányba és a jó rossz irányba. Szóval ebből szempontból már megint itt van az akaratom. De mindig annál szabadabb, mennyire magasabb az élet céljam, hogy mi az élet értelmem. Köszönjük. A következő kérdés egy nagyon érdekes kérdés az elméről. Az elme visszahozására létezik-e valamilyen technika vagy koncentrációs gyakorlat? Ez jó kérdés. Hát mindennyi kérdés jó. Igen, létezik többféle, hát nem többféle. Elmondom a legkönnyebbet, de utána elmondom a jobbat. A könnyű, ez a, amit Ayurveda segít, hogy mondjuk embernek kell valamire most odafigyelni, koncentrálni, de valami ok miatt szét van szórva, nem bírja összeszedni magát, de nagyon gyorsan kell elmét fókuszba rakni, hogy sikerüljen a feladat. Ayurveda magyarázza egy mechanikus módszert, akkor le kell ülni, és próbálni figyelni a légzésre. Nem kell semmit csinálni, nem irányítom, hanem figyelek, hogy hogyan a szervezetem szívja a levegőt, és kiengedi a levegőt. Felszívja, és kiengedi. És csak figyelek. És próbálok elérni azt az állapotot, hogy már semmit nem érzem, hanem csak érzem azt, hogy figyelek teljes mértékben a légzésre. Az nagyon jó. Ez pranayama-nak egyik mechanikus gyakorlata. De a legjobb módszer, ez a Bhagavad Gita-ban
hatodik fejezetbe és a nyolcadik fejezetbe hangsúlyozva van, ez az abhyasena vagy ragyena, vagy abhyasa yoga. Ez azt jelenti, hogy ismétlés. Abhyasa. Abhyasa azt jelenti, hogy gyakorlat. Gyakorlat, ismétlés. Mindjárt mondom, ez mit jelent. Először fontos észrevenni, hogy elment az elmém. Mert sokszor ember nem vesz észre, hogy nincs itt az elmém a helyszínen. És akkor ezt kell észrevenni, hogy elment az elmém, az már jó, és utána fogom, és visszahozom. Ezért a legjobb ez a mantra meditáció. Mikor valaki leül, fogja, nagyon fontos, hogy a kezében legyen a lánc, japa lánc, vagy mala, és rajta kell ugye fogni, és mondani Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. És elmegy utána. Ez természetes. Akkor én észrevettem, visszahozom, és megint mantrára rakom az elmét. És akkor utána újra megy, visszahozom. És az abhyasa, ez azt jelenti, hogy többször-többször vissza kell hozni. Nincs jobb módszer. Ez olyan, ember először mondja, hát ez nekem nem fog menni, mert minden pillanatban elmegy az elmém. Igen, az igaz, de ezek a pillanatok fognak csökkenteni. Egyre többet tudok figyelni, és egyre ritkábban fog elmenni az elme, és utána csak megszilárdul, és akkor megy az elme mantrán. Van még melléksegítség, ami fontos, hát nem mellék, hanem egy fontos segítség, ez követni szabályozó elveket. Hogyha én elfogadom szabályozó elveket, és azokat követem, az is kardába tartja az elmémet. Ezért van yama, niyama gyakorlatok, akkor ez fog segíteni jobban utána, amikor mantrázok, elmét irányítani a mantrára. Szóval ez a kettő, ez a mechanikus, ez a pranayama, a másik, ez amikor én tudatosan elmémet visszahozom. Köszönjük, Zsuzsi kérdésével folytatjuk. Foglalkoztat egy kérdés már egy jó ideje. Tudjuk, hogy a lélek tudással teljes. Ennek ellenére vágyik arra, hogy élvező legyen. Miért van ez? Hát nézzük meg, hogy mi a léleknek a természete. Sat, Chit, Ananda. Örökkévaló, ez a szát, csit, tudással rendelkezik, amit mondja itt, szát, vagy tudással rendelkezik, vagy tudatos, mind a kettő jó, csit. És ananda, boldogság, szóval léleknek ez a természete, hogy élvezetre vágyon, boldogságra vágyon. Ez ugyanúgy, mint a madárnak mi a természete? Repülni. A cukornak mi a természete? Édes legyen. Hogyha cukor nem édes, az nem cukor. Ugye? A lélek, hogyha nem vágyik élvezetre, az nem lélek. Ez valami halott tárgy. Ez a természete. Kérdés az, hogy milyen élvezetre vágyik a lélek. Van, ami szenvedésre vezet, az az anyagi élvezet. Dukhalayam, a sasvatam, ugye ez mindig a dukha, mindig a végeredmény, hogy szenvedni fogok. Hogyha lelki élvezetre vágyok, akkor boldogság, örökké boldogság. Szóval van, amikor mi élvezetet nem ott keresünk. Ott keresünk, ahol világos van, hogy szokták mondani. Amikor egy ember megy a rendőr, és egy este látja, mondjuk itt a főtéren, ég egy lámpa, és egy ember valamit keres. Oda jön a rendőr, mondja, mit keresel? Elveszítettem a kulcsomat. Segíthetek? Segítsünk. És akkor elkezdtek keresni, fél óra múlva mondja a rendőr, mert mindent körbenéztem, hol nem látom itt a kulcsodat. Biztos, hogy itt elveszítettél? Nem, nem, hát hol? Hát ott. Hát akkor miért itt keresel? Hát itt világosabban. Ez egy ilyen gyerekvicc. Pont ugyanúgy, mivel itt nekünk rávilágítják a reklámok,
hogy itt van a boldogság, mi itt keresünk, de nem itt veszítettünk el, hanem a lelki világba veszítettünk el, ami igazából az a világos, ezért sötét. Szóval a léleknek élvezetre vágyni kell, ez egy normális, ez egy jó dolog, csak az lelki legyen. Köszönjük. Attila kérdéseivel folytatjuk. Az első kérdése. Sivaram Swami videóiban többször említi, hogy a karma tudományos tény, akár a gravitáció létezése. Melyek a bizonyítékai a karmának és a lélekvándorlásnak? Lélekvándorlásnak ott van tele videó, dokumentum, filmek a YouTube-on, meg lehet nézni, hogy hány ember meséli, nagyon érdekesek mesélnek. Másik bizonyíték a karma és a lélekvándorlásnak az, hogy valaki születik egy betegséggel. Honnan van ez a betegség? Miért van neki? Miért két gyerek született, egyik gyerek beteg, másik gyerek egészséges? Mert egyiknek ez a karma, a másiknak az a karma. És honnan vannak a lélekvándorlás, ez a karma. A lélekvándorlás bizonyíték az, hogy majdnem mindenkinek van olyan vágyak, amit gyerek korában csak úgy voltak a vágyok, hogy én ezt a vágyat szeretném mindenféleképpen teljesíteni. És miért, honnan vannak azok a vágyok gyerekkorában valakinek? Azért vannak, mert én hoztam előző életből, és folytatom. Úgy szokták mondani, hogy mostani, ahogy a mai nap, ez a logikus folytatása az előző napnak, mert folytatjunk logikusan tegnapot, ugyanúgy a jelen élet, ez a logikus folytatása az előző életnek. Hogy mi, amiket csináltunk előző életükben, most folytatjunk. Azokat a vágyokat folytatjunk teljesíteni, amit teljesítettünk, vagy olyan vágyok voltak nálunk, ami erősek voltak, de nem tudtunk teljesíteni, akkor ebben az életben még erősebb lesznek ezek a vágyok, hogy teljesítsünk. És ezért nagyon, és ezért ezek a bizonyítékok illélek vándorlásnak. A másik bizonyíték még egy kicsit ilyen konkrétabb, a YouTube, Facebookon mutatják, hogy vannak 5 éves gyerekek, akik zseniálisan mondjuk zongoráznak. A statisztikai szerint, hogyha meg is kérdezték szakértőket, hogy ilyen profi szinten valaki zongorázon, hogyha 8 órákat naponta gyakorol, akkor 3 év kell. Tehát 5 éves gyerek 2 éves korban nem tud 8 órát naponta zongorázni. És ő, szóval ott nincsen semmi esély, hogy ő úgy megtanuljon zenélni 5 éves korig. Nem, ez csak nyílik meg, ami úgy, mikor mi jövünk ebbe az életbe, akkor ezek a képességek, a vágyaink, az először be vannak itt csomagolva. És csak lassan, szépen kicsomagolva lesznek. És amelyik már kicsomagolt, az már abban a korban már teljes mértékben tudok ezt mindenkinek mutatni, vagy tudok zongorázni, vagy valamit. Ezek ilyen erős tények a reinkarnációnak, vagy lélekvándorlásnak, karmának. Hát az annyira nyilvánvaló karma, mint a testünk. Ez a test, ez karma, ez nem más. Hát az, hogy nekem ilyen a szemem, azért, mert így cselekedtem, ilyen szemet kaptam, akkor olyan az egészségem, mert így cselekedtem, azért olyan a, miért neked más új lenyomat, mert nekem más új lenyomat, mert te más cselekvést csináltál, mint én, ezért különbözik az eredmény is. Mindenünk, ami van itt a testünkben, minden gondolat, az emisztésnek a működése, a hajunk, ez mind karmának az eredménye. A test, hát ez nem anyának a méhének az építése. Az anya méhe biztosítja alapanyagokat, és a tudatom építi fel a karma szerint a testemet. És már be van programozva, melyik évben
milyen probléma lesz a testemmel, mikor elromlik a látásom, mikor elromlik az emésztésem, a májam, a vérnyomás, ez már benne van minden testben. Csak idő kell. Ezeket tudok gyorsítani vagy lassítani a tevékenységekkel, de ez mint karma. Ez a test, ez már karma. Attila másik kérdése. Ha az anyagi világ is Krisnából származik, akkor az anyagi világban megjelenő egyes ajándékokat is Krisna ajándékaiként foghatjuk fel? Igen, anyagi világ Krisnából származik, Istentől, de nem mindent, amit kapunk, ez az ő ajándéka. Mert itt lehet függetlenül Istentől használni ezt az anyagot. Ezért úgy neveznek ezt a világot, hogy Bina Prakriti. A Bina azt jelenti, hogy elkülönült energia. Bumira ponalo vajur kamano budir evacsa. Hogy van 8 elem, asta, 8 elem van, amiből áll ez a világ, és az a Bina Prakriti, ez elkülönült. Szóval ő megteremtette, ő belőle kiárat az energia, amiből volt teremtve a világ, de függetlenül tőle lehet használni jó vagy rossz dolgokra. És ezért, hogyha nekem adja valaki ajándékból kábítószert, nem mondhatom, ez az Isten ajándéka, mert ő nem adna nekem kábítószert. Az ő ajándéka minden az, ami engem közel viszi hozzá, mert ő szeretne, hogy minden egyes ember, lélek közelebb kerüljön hozzá. Azok az ajándékokat, amit kapunk szülinapra, alkohol vagy valami, az távolítja engem Istentől, az nem az ő ajándéka. Sátán ajándéka. Így, ez így működik. Hát ennyit még tudok mondani az anyagi világnak, hogy ez az elkülönült energiáról, hogy kicsit világosabb legyen, fogjunk a tehenet. Tehénnek, és van egy teremtése. Ez a tej. Ő teremti a tejet, és ez a tej, ez a Bina Prakriti. Ez a tehénnek az elkülönült energiája, mert ő a forrása ennek a tejnek. De ezt a tejet minden egyes ember függetlenül tud használni a tehéntől, nem? Nem kell hozzá tehén, hogyha felforraljon, vagy csináljon joghurtot bele, vagy sajtot, vagy valami. Teljesen külön lehet használni a tehéntől. Sőt, sokan úgy is használják a tejtermékeket, a tejet, hogy életében nem is látták ki a forrása, a tehenet. Valaki nem tudja, hogy néz ki egy tehén. De ugyanakkor lehet használni. Na ez a világ az ugyanúgy, habár ez Istennek a energiája, de ember használja, mivel lehet külön használni, függetlenül Istentől, mert ember tudja faragni, építeni dolgokat, anélkül, hogy ember nem is tudja, nem látja a kapcsolatot. De intelligens ember, aki veszi tejet, ő tudja, hogy ez nem magától van a boltba csak úgy, véletlenül, hanem ennek a tejnek van egy forrás, ez a tehén. Ugyanúgy itt is van ez az elkülönült energia, de intelligens ember látja a kapcsolatot Istennel. Kevésbé intelligens ember azt mondja, nem, majd mi építjünk, amit akarunk. De ez egy illúzió. Például mi most beszélünk veled, most minket felvesznek a videóra. És a hang és a kép honnan van? Ez tőlünk jön, mi vagyunk a forrás. Ezért a felvétel az elkülönült energia. Tőlünk jön, mert ez fog, valaki hallja, akkor van valami hatás a tudatra. És utána, holnap vagy még ma este, vagy most is le lehet valaki néz minket, és sokan semmit nem tud rólunk. És utána be tud kapcsolni, amikor vége a felvételnek, vissza tekerni is, szóval már használni tud azt az energiát, amit mi csináltunk, függetlenül tőlünk teljesen.
és nem tudja pontosan, ki vagyunk mi. Na, ez a világ, ez az elkülönült energia, habár Isten a forrása, de ember tud használni ezt az energiát, hogy teljesen elfelejti Istent, vagy úgy tudja használni az energiát, hogy lásson mindenhol kapcsolatot Istennel. És ez a jó, hogy tanuljuk meg látni kapcsolatot. Mert akkor Istent is lehet látni. Köszönjük. Jó? Katalin kérdése következik. Van-e olyan igehely, szentencia, szútra, útmutatás, látnoki jövendőlés vagy múltbeli esemény leírása a védikus irodalomban, melynek ismerete segítségével ebben az exponenciális sebességgel növekvő embertelenségben a jóság kötőreiben tudunk maradni? Persze, hogy van. Bhagavad Gita-nak 14. fejezet, mert egyszer mi is oda eljutunk, most 8. fejezetnek tartunk, de 14. fejezet tanítja a három kötőerőről. Ez a világ rendelkezik olyan energiákkal is, ami legfontosabb, ami a tudatra hatással vannak, ez a kötőerők. Guna. Trigunya Visaya Vida. És ezek a gunák, a kötőerők, ez a tudatlanság, szenvedély és a jóság. Ezek a három kötőerők minket befolyásolnak, és hogyha én, igen, és van abban a világban, és minden át van itatva ezekkel a kötőerőkkel. Minden hely, tárgy, ennivaló vagy jóságban van, vagy szenvedélyben, vagy tudatlanságban. Emberek körülöttünk, hely, és hogyha én attól függ, hogy mit választok, hogyha olyan dolgokat választok, ami tudatlanságban vannak, akkor az én tudatomat belemeríti a tudatlanságba. Magámra vonzom. Hogyha olyan, ami szenvedélyben van, akkor szenvedélyben leszek. Hogyha jóság dolgokat, akkor jóságban leszek. Na, ez hogyan történik? Úgy, például, hát van hang. Hogyha valaki hallja a hangot, mindig ilyen káromkodás, nem cenzúr, az így szokták mondani nem magyarul? Cenzúrázott. Nem cenzúrázott lexika. Szokták így mondani? Lexika. Ez mind tudatlanság. Szóval ilyen hangokat hallok. Vagy olyan hangokat hallok, mint a egyfajtában megy a reklám rádióból, internetről, tévéből, az a szenvedélybe. Hogyha hallok olyan információt, hogy hogy lehet tisztább élni, tudatosabb, azok hangok, hangvibrációk jóságban vannak. Hogy hallok lélekről, Istenről, az transzcendentális hangvibráció. Magyarul, hogyha mindig kiabál tévé, vagy valami otthon, most már nem tévé, számítógép, internetről, attól függ, mit kiabál, olyan kötőerőt magamra öntöm, mint a lavorból a fejemre. Vagy tudatlanságot, vagy szenvedély, vagy jóság. Hely, hol vagyok. Hogyha otthon minden rendetlenség, kosz, zárva vannak, dohos nincs, zárva vannak ablakok, én is koszos vagyok, akkor ez tudatlanság. Hogyha túl gecses minden, túl díszítve van, a szenvedély. Hogyha nagyon harmonikus otthon, friss levegő, tiszta, egyszerű minden, van ez a harmónia, egyensúly, akkor jóságban vagyok. Fog hatni rám a jóság. Akkor mit olvasok, hogyha mondjuk könyvek? Van tudatlanságból könyv, hogy hogy kell alkoholt, kábítószert készíteni, tudatlanság. Hogy tudom, pénzcsinálás legyen, ön is milliómos, akkor vagy a torpédó. Volt ilyen játék, te nem is emlékszel. Ki emlékszel? Akkor ez szenvedély. De hogyha olvassa valaki a könyveket, ami
emeli a tudatot, tudatosságot ébresztenek, ez a jóság. Hogyha valaki olvas a könyveket Istenről, az transzcendentális. Szóval így tudjunk jóságot vonzani, és akkor ennivaló, tudok enni, rotható, romlott ételt, nem tisztátlan alapanyagokból, az tudatlanságba étel. Olyan étel, ami túlzásban van, túl csípős, túl keserű, túl édes, túl sós, túl savany, az valami túl-túl, az azt jelenti, hogy nincsen egyensúly, harmónia, ez szenvedély. Ember, aki szenvedély, ez mindig túlba megy. Akkor én nem tudok, akkor, hogyha veszek ilyen ételt, akkor az én egyensúlyom fel fog borulni. Szenvedélyben leszek én is, és beteg leszek. Ha valaki eszik olyan étel, ami tiszta alapanyagokból készült, lédús, olajos, örömmel telti a szívet, mikor látjunk, vagy aromás étel, ami harmóniát, egyensúlyt, hosszú életet, egészséget ébreszt, akkor jóságban leszek, tudatilag. Szóval nekünk meg kell tanulni, hogy én magam körül milyen ezeket a dolgokat teremtem, én választhatok, hogyha én most tudatlanságban vagyok például, de kiválasztom, hogy eszek csak, ami jóságban van, hallgatok, amit jóságban van, olyan emberekkel társulok, akik jóságban vannak, olyan zene szól, ami jóságban van, és így tovább, és így tovább, akkor ez engem kiemeli tudatlanságból jóságba. Szóval ez nagyon fontos, hogy a körülmények, meg felsoroltam csak egy pár dolgot, nem egyeznek a jósággal, lehetetlen, hogy én legyek jóságban. Mert ez befolyásolja. Köszönjük szépen. Ferenc kérdésével folytatjuk. Szeretném tudni, hogy a Biblia mi okból jött létre, hiszen minden le van írva a Védákban és a Bhagavad Gita-ban. Igen, de nagyon sokszor kell, van többféle ember, többféle szinten, többféle helységen, elhelyezkedésen a Földön. És az nem probléma, hogy ha valamikor embernek ugyanazt a tudás még egyszer van írva, de valamikor részletek változnak, vagy mondjuk így, hogy a Bhagavad Gita-ban, az bevezetésbe lehet olvasni, Bhagavad Gita-ban minden található, ami minden más szentírásban van, de van olyan dolgok is, ahol, ami más írásokban nincsen. Miért? Mert vannak népek, emberek, akik bizonyos szinten vannak, és bizonyos kapacitás felfogásúak. Akkor számukra kell egyféle adagot csinálni. Hogyha megnézünk, ott Izraelben ott ilyen pásztor emberek voltak, meg halászok, akkor az ők nyelvükön kellett elmondani dolgokat, és ami meg is volt így kommunikálva hozzájuk az ők nyelvükön, ami a Bibliát nevezünk, aztán most mi maradt Bibliából, ez egy másik kérdés. Én nekem nehéz mondani, hogy pont ez volt kommunikálva. Azt, ami jó, hogy sok fölösleges dolog nincsen Bibliában, ami Védekben van sok, mert Védek nagyon nagyok, de ott az jó, hogy ott nincsen, ott inkább ilyen többször a bhakti jogára van hangsúly, ami a lényege az összes tudásnak, de ezért van, mert azoknak a személyeknek így kommunikálnak. Mint például, hogyha én akarok Védákot kommunikálni valakinek, és engem meghívják egy jóga fesztiválra, akkor ott nem fogok nekik magyarázni sok minden dolog Bhagavad Gita-ból, hanem ott inkább a jógáról. És akkor összekötöm a bhakti jógát a jógával. Megmutatom ezt a részt. Hogyha elmegyek egy vega fesztiválra, ott már étkezésről fogok beszélni, az keresztül, mert emberek az keresztül jobban fogékonyak. Az ők nyelvükön jobban megértenek a Védákat. Ezért a Biblia az egy bizonyos csoportnak szólt.
És ugyanúgy a védáknak is vannak olyanok, puránák, van tamaszikus puránák, vannak olyan írások, ami azoknak szólt, akik tudatlanságban vannak. Vannak puránák, ami azoknak szól, akik szenvedélyben vannak. Mert akkor az ember így jobban érti, és akkor tud mit kezdeni, azonosítja magával a írásokat. És vannak puránák, ami jóságban vannak. És azoknak szól, embereknek, akik jóságban vannak. És a cél azok, akik tudatlanságban van, hogyha ő olvassa a könyvet, ami neki szól, tudatlanságú, hogy az felemeljen szenvedélybe legalább. Akik szenvedélybe olvasnak azokat, ami szenvedélybe vannak, akkor annak az írásnak nem az a cél, hogy megerősítsen ember szenvedélyben, hanem felemeljen a jóságba. Akik jóságban vannak, nekik lehet olvasni, vagy ami jóságos, vagy a transzcendentális írásokat. Igen. De mi ebbe korban már ezt kizártunk, mi nem keverünk, hanem mindenkinek adjon transzcendentálisat, mert ez egy, úgy, ahogy Srila Prabhupád fényébe, hogy ő adta nekünk, mi ezt adjunk tovább, akkor ez tudatlanságban, szenvedélyben, jóságban mindenkinek fog adni löketet fölfele. Ezért szükség van Bibliára. De lehet Biblia nélkül menni, mert Bibliában nincsen sok részlet, ami természetesen, mert akkor milyen lett volna nagy könyv. Nem szükséges, a lényeg ott van, az az eszencia, főleg a Jézusnak a tanításai. De hogyha valaki akarja egy kicsit részletezni, ez miért így volt, ez miért úgy van, akkor a védákban lehet találni magyarázatokat, akár a Bibliára is. De másik szempont, hogy ellentmondás egyáltalán nincs. Mert ő is írta a Ferenc kérdésben, hogy Bhagavad Gita-ban, a védákban le van írva, mint Bibliában van. Így van. Igen. Köszönjük. A következő kérdés is a Bhagavad Gita-hoz kapcsolódik. Az a kérdés, hogy mi az eredménye annak, ha valaki olvas, ajándékoz vagy oszt Bhagavad Gita-t? Nagyon sok eredmény. Van Gita Mahatmya könyv, ami dicséri Bhagavad Gita-t. Elmondja, hogy mik az eredmények vannak. Hát van különböző lehetőség ajándékozni Bhagavad Gita-t. Lehet ajándékozni csak úgy barátnak, lehet arany borítóba ajándékozni, sok minden. De hogyha mi csak megnézünk a maga Bhagavad Gita-t, 18. fejezetet, Krishna ott azt mondja, az, aki olvassa Bhagavad Gita-t, az intelligenciával imád engem, és ő nagyon kedves nekem. De az, aki ezt a tudást átadja másoknak is, az nagyon-nagyon kedves nekem. Ez azt jelenti, hogy az a személy, aki adja másoknak, aki olvassa, és mert ez a jó, hogy olvassa, és nem csak ajándékoz, hát akkor ő meg fog szabadulni minden karmától, de olvasni inkább ezt tanulmányozni kell. Ugyanúgy, mint amikor valaki elmegy orvosi egyetemre, akkor nem fog hazajönni, akkor most olvasom a tankönyvet. Nem, ezt nem szokták, a sebészet nem, agysebész, átolvasom. Hanem ezt tanulmányozni kell, mert utána kell megérteni és gyakorlatba hozni. Szóval Bhagavad Gita-t olvasni, ez azt jelenti. Akkor igen, akkor minden karmától meg fog szabadulni. És amikor másoknak ad, továbbítja, akkor azok is megszabadulnak, és ezért ember plusz még lelki bónuszokat fog kapni, nagyon sokat. Erre elmondom egy történetet. Bhagavad Gita-nak az első fejezetéről. Gita Mahatmya-ban, ebben a könyvben van. Nem tudom, hogy van-e magyarul interneten ez a könyv,
de következőképpen szól a történet. Volt egy, az egész kezdődik, hát lehet, hogy kihagyom a legelejét, a bevezetést. Nem hagyom ki az egészet, mondom az elejét. Az Úr Visnu, Krisnának egyik inkarnáció, aki figyeli az anyagi világnak a fenntartásáért, ez a kiterjedése van Istennek, ő figyeli az ő energiái, hogyan működnek. Ez ugyanolyan Krisna, csak egy kiterjedés, avatár, a Visnu avatár. Elgondolkodva ült, és erre eljött a Lakshmi Devi, a istennő, aki Isten nőformában van, aki feleségnek számít, vagy társa az Visnónak, és mondja az Úr Visnónak, ó, kedves uram, rossz a kedved? Miért ilyen szomorkodós vagy? És mondta, nem vagyok szomorú, én figyelek a világba, hogy hogyan működnek az én energiáim. És az olyan csodálatos energiáim, amit én megteremtettem, és akkor Lakshmi Devi mondja neki, igen, a te energiáid nagyon csodálatosok, legyőzhetetlenek. És akkor Úr Visnu mondja, igen, az én energiáim nagyon hatalmasok, és legyőzhetetlenek, és mindenkit illúzióba tartanak. Mindenki szalad, munka, otthon, Lidli, Tesco, mindenhová, és azt gondolja, hogy ő most ez az élete. Így elbűvölő az én energiám mindenkit, és senki nem tud legyőzni. Illúziót nem lehet legyőzni. Azokon kívül, azt mondja, mint a Brahmana Sushrama. Brahmana ez a pont, akik jóságban vannak a papok. Brahmana Sushrama, ő legyőzte az illuzorikus energiát, az én energiámat. De csak azáltal, ha már az energiám végtelen nagy, hatalmas, nincs vége. De mivel ő olvasta Bhagavad Gita-t, akkor Bhagavad Gita tartalmazta azt a erőt, hogy valaki elolvassa a Bhagavad Gita-t, legalább egy fejezetet, és megérti persze, ez egy kis apró betűvel részletek, a kérdezetek a gyógyszerrész mellékhatásokról a kezelő orvosától, hát ez a, mindig ez a mellékhatás, hogy tanulmányozza Bhagavad Gita-t és gyakorol, akkor legyőzi. És Lakshmi Devi mondta, hát ez ilyen csodálatos, hogy lehet ez, hogy ez a hatalmas nagy energia, ami végtelen, a Bhagavad Gita egy kis könyv, és ezzel kis könyv le tud győzni. És mondja, igen, ez transzendentális. Ez a Bhagavad Gita nem tud érinteni Bhagavad Gita-t az anyagi energiám. És az, aki olvassa és tanulmányozza azt az embert, ugyanúgy nem tud érinteni anyagi energia. És akkor elmesélte, és hogyha van karma, a legrosszabb, akármilyen karmával rendelkezik ez a lélek, ő is meg tud szabadulni minden karmától, hogyha ő olvassa, vagy átadja másnak a Bhagavad Gita-t, vagy elmondja, legalább egy fejezetét másoknak, vagy legalább egy verset az első fejezetből. És azt mondja, és ugyanezt történt a Brahmana Sushrama-val. És akkor a Lakshmi Devi kíváncsi lett. Mondta, hát majd mesélj, de akkor mi történt, ki volt ez a Brahmana Sushrama. És akkor itt már kezdődik a második történet. És mondja, hát volt Brahmana Sushrama, aki ő egy nagyon jó családban született. A családtagok brámanák voltak, papok. Mind nagyon tiszták, minden papi dolgokat végezték, bráminikus áldozatokat végezték, amikkel minden rituáliban részt vették, de egyszer a fiúk, a Sushrama eltérült. Mert amikor ment fáért erdőbe, akkor ott látta nagyon szép fiatal prostituált lányt. És ez a lány teljesen elbűvölte a figyelmét, és akkor ott hagyta az egész családját, és feleségül vette a prostituáltát, és akkor éltek úgy, hogy semmi erkölcset nem tartottak be. Az ő öröm volt alkohol, bor és a nők, ugyanakkor
lopott mindig, mert nem volt pénze, és el kellett tartani a családját. És akkor kellett lopni. Szóval minden bűncselekmény elkövetel, mint kellett. Ehhez az élethez. Végül meghalt. Következő életében, mivel az elején brámana volt, ezért, hát élt, mint egy állat utána, ezért egy bika testbe született. Mert bika, tehén test, ez egy jó dolog, hogy születni. De mindig állati testet kapott büntetésbe. Karma. Senki nem büntette ő magát, ez a következménye karmának. És elkerült egy ilyen emberhez, aki nagyon megdolgoztatta, nagyon keményen rápakolta nehéz dolgokat, általában ilyen mosóember volt, és akkor túlterhelte. Nagyon keményen dolgozott. Egyik alkalommal már annyira túl volt terhelve, hogy összeesett ez a bika, és haldoklott. Ekkor, ami Indiában mindig valami történik, valaki összeesik, egy állat, ember, akkor azonnal ott a tömeg. Indiaiak szeretik. Jöttek a tömeg, mindenki nézte, és egyik tömeg között nagyon megsajnálta a bikát, hogy most meg fog halni, hogy kell valahogy segítsek, és mondta, hát én ma csináltam ilyen-ilyen áldozatot, és ennek az eredményet ajánlom a bikának. És akkor másik ember is lelkes lett. Ó, én pedig ma nagyon tiszta tudatban mondtam a mantrát, és ennek az eredményet ajánlom a bikának. És elkezdtek mindenki áldástokat adni a bikának, haldokló bikának. A tömegben volt egy prostituált asszony, aki hallgatta és látta, hogy mindenki mennyire jó áldásokat oszt ennek a haldokló bikának, és ő is kapta vágyat, hogy szeretne ő is valahogy megáldni őt. Próbálta visszagondolni, hogy mikor csinálta óta jár valami jámbor tettet, hogy megáldjon a bikát, hát nem találta semmit, mit. De akkor is kimondott. Hát most épp nem emlékszem, de hogyha valahá valami jót tettem, akkor ennek az eredményet ajánlom ennek a bikának. Sikeresen ezek után meghalt a bika, és elkerült a Yamarács halál ura elé, és akkor a Yamarács mondta neki, hát örülj neki, most már emberi testet kapsz, újra a brahmana családba fog születni, jó helyzetben leszel. Hát igen, igen, gondolom azért, mert ilyen áldás, sok áldást kaptam. Nem. Te olyan bűnös voltál, hogy azok a tömeg, ami neked áldást adott, az nem segített volna, hogy jó helyzetbe kerüljön. De akkor miért? Hát ott a tömegben volt egy prostituált, na az ő áldása megmentette téged. És akkor így elkerült lélekként gyorsan onnan, megszületett brahmana családba, és emlékezett erre, hogy az ő mentése az a prostituáltól volt. Végül, mikor felnőtt lett, akkor nagyon akarta megkeresni, ki ez a nő, ez a hölgy, aki megmentette. Megtalálta, bekopott, valahogy kérdezte, és mondták valahogy, hogy itt lakik, ott lakik, van egy ilyen öreg asszony most már. És akkor bekopogott, kinyitja az ajtót, és látta, hogy ilyen ragyogó szemé áll, nagyon ragyog, nagyon tiszta, tiszta szeme, minden. Szóval nem lehetett mondani, hogy ez prostituált, mert már nem az. És mondja neki, hogy emlékszel valamikor, mit tudom én, egyszer volt olyan, hogy haldoklott egy bika, és ott volt egy tömeg. Tényleg emlékszem, igen. Igen, emlékszem. És mindenki adta az áldását. Igen, igen, és nagyon olyan jó áldásokat adták ezek a személyek, annyira jó volt ezt hallani. Igen, de te is adtál egy áldást. Én? Igen, és neked köszöntően most én itt vagyok, és ilyen felszabadultam, és szent vagyok igazából. Lehet, mert most már, akkor nem tudtam, de most már tudom miért. Akkor meséld el nekem miért. Gyere hozzá. Behívta hozzá, és nála kalitkában volt egy papagáj. És akkor odajött a papagájhoz, adta neki kis granátalmát, megsimogatta, és megkérte, hogy meséljen el. És papagáj elkezdte mesélni, hogy ő előző életben ő is brámana volt.
és ő lopott, és kritizálta másokat, kicikizte, és nagyon bántotta másokat. Így nagyon nem adta élni másoknak, nagyon irigy volt. Következő életbe, büntetésbe, a papagáj testbe kellett születni. A szüleit gyorsan meghaltak, és ő még kis fiúka volt, hogy mondják? Kis fiú. Fiúka. Fiúka volt, akkor ki is esett a fészekből, a forró homokra is volt, azt mondja, ott sütött a nap, haldoglottam. Erre egy úriember sétált, egy brámana, aki látta, hogy mindjárt meghalok, fogta engem, és elhozta haza, és ott elkezdte engem ápolni, meggyógyította, és nála otthon családjában voltak gyerekei. A gyerekei jártak iskolába, gurukulába, és ők tanultak Bhagavad Gita-t. És mikor hazajöttek, mindig ismételték az első fejezetét. És én is megtanultam velük mindig, és én is ismételtem. Utána engem ellopták tőlük, egy tolvaj, és piacra eladta, elvitte, és a piacon ez a szép szent hölgy engem megvette. És így én, mivel hallottam a gyerekektől Bhagavad Gita-nak az első fejezetét, megtanultam, akkor én más nem tudtam a kalitkából, csak ezt énekelni. Így én megszabadultam a karmától, ez a hölgy megszabadult a karmától, és ő még adta neked az áldását, te is megszabadultál a karmától. Így fejezi be ezt a történetet az Úr Visnu, és akkor mondja, hát így van, hogyha valaki olvas a Bhagavad Gita-t, akkor visszageneráció, akinek adja az áldását Bhagavad Gita-ból, az mindenki meg fog szabadulni. Ez a válasz erre a kérdésre. Mi lesz, hogyha én tanulok Bhagavad Gita-t, nem csak olvasok, tanulok, és mi lesz, hogyha ajándékozok? Ez lesz. Köszönjük szépen, ez egy nagyon értékes történet volt. Egy kérdésre maradt időnk, ez Ágnes kérdése lesz. Amikor meghalok, akkor mi történik a bennem lévő felső lélekkel és az egyéni lelkemmel, ami tudással teljes? Összekapcsolódnak vagy különválnak? Itt tisztázunk először a kérdés, nem tiszta. Hát mi lesz a bennem lévő lélekkel, ez téves felfogás. Bennem nem, nincs lélek bennem. Hol? Én vagyok a testbe, én vagyok a lélek. Szóval kérdezni, halál pillanat, mi lesz velem? Mert ez a test, ez a ruha. Lehet mondani, mi lesz a testemmel? Az helyes. De kérdezni, hogy mi lesz, az ugyanúgy, amikor leveszem a ruhát, és mondom, akkor mi lesz vele, magamról, aki kisajtál a ruhából. Ez egy kicsit skizofrén állapot, nem? Hanem amikor mi leveszünk a ruhát, mi mindenki tisztában vagyunk, hogy nem vagyok az a ruha. Hát ugyanúgy kérdezni helyes, hogy mi lesz a testemmel, vagy mi lesz velem, mert én vagyok a lélek, nekem van testem. Nekem nincs lelkem, én vagyok az a lélek. Ez egy fontos, hogy halál pillanatban én oda megyek, ahogy éltem az életet. Múltkor tartottunk itt a YouTube csatornán, meg lehet nézni a Bhagavad Gita 8. fejezetet, ott beszéltünk, hogy mi lesz, hova megy, mi történik a lélekkel, amikor meghal. De most a második fele a kérdésnek, hogy a felső lélekkel beleolvad, együtt olvad, vagy nem. Nem. Egyéni örökké marad. Van ilyen próbálkozás a Mayavád filozófiában egyé válni Istennel, de az nem működik. Mi sose leszünk Isten, mi maradni fogunk egyéni lélekkel, és a lélek, aki megtisztult a karmától, és felébresztette Isten irányi szeretetet, ami a lényege mondjuk a bhakti jogának, meg emberéletnek, az a értelme, hogy vissza kell ébreszteni Isten irányi szeretetet, hogy én ezt felébresztettem bennem a bhakti joga gyakorlatok által, akkor én Isten társaságába kerülök. És ott nagyon boldog leszek. Ott náva rásza dámani.
ott a boldogság csak fokozódik, és fokozódik, és fokozódik, és fokozódik. Mert ott én rendelkezni fogok önzetlen, motiváltlan, tiszta szeretettel. Így nem olvad, és nem is. Egy bhakti jogik, a bhakták, ők elítélnek ilyet, hogy beleolvadni valahova, elveszíteni a saját egyéniségemet, személyiségemet. Ez elítélhető. Miért kell, hogy elveszítsünk? Ki akarja? Te akarod, hogy ne legyél egyéni személy? Úgyis, hogyha valaki megcsinálja, csak ideiglenesen, ez olyan, mint hogyha elkábolva van valaki, akkor így nem tudodos magáról. Ez a hangulat. De sokkal nagyobb boldogság, amikor tudatos vagyok, és vannak viszonyok. És az a legmagasabb pont, szóval van ilyen gyakorlata, amikor akarnak beleolvadni, bele is olvadhatnak, de ebben semmi boldogság nincs. De sokkal magasabb, amikor szeretett viszonyokban vagyok Istennel. Ez a jó. Akkor nem a lelkelem mi történik, hanem velem, testemmel, és sokkal jobb, hogyha egyéni személy maradok. Köszönjük szépen a választ. Ennyi fért bele a mai adásban. Köszönjük szépen a figyelmet. Ne szaladjétek, július 13-án transzcendentális partit rendezünk Krisna völgybe. Bővebb információkért keressétek meg Bhakti Paddász Facebook oldalát, Tudatos Életmód Bhakti Paddásszal. Köszönjük szépen a figyelmet, Hare Krishna! Köszönjük szépen!